Sziasztok, Attila Csipi vagyok, ez itt a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom élő Facebook adása. UEG címmel indítottuk ezt az adást, kapcsolódjatok be az adásba, tegyétek hozzá a véleményeteket, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Évet értékelünk az Orbán kormány felett, és természetesen ítéletet mondunk az Orbán kormányról. Tegyétek hozzá a véleményeteket, van miről ugye beszélnünk természetesen, és kell, hogy beszéljünk, kell, hogy éljünk a szólásszabadsággal, kell, hogy éljünk a demokráciával. Kertész Istvánt is üdvözlöm, Erzsébetet is üdvözlöm, Németh Józsefet is üdvözlöm, sok szeretettel Csongit is üdvözlöm, Bitós Sándornét is üdvözlöm. Kellemes hétvégét kívánok nektek, nagyon jó pihenést, ha pihentek, akkor jó pihenést, ha majd dolgoztok, akkor kellemes munkát kívánok nektek. A Népszavából fogunk idézni. Ugye kint is van, és bent is a Fidesz EP. Meghatározhatatlan ideig nem szólhatnak bele Orbánék a néppárt politikájába. Felfüggesztés van, kizárás nincs. De hát én azt gondolom, amikor felfüggesztenek egy politikai pártot, akik lopnak, csalnak, hazudnak, rabolnak, és akik át ugye verik a népet, akkor én azt gondolom, hogy semmi beleszólásuk nincsen a döntése. Maros Mihályt is üdvözlöm, de hát Orbán Viktoréknak semmi beleszólásuk nincsen az EU politikájába és a néppártnak a politikájába. Ugye István Dombait is üdvözlöm. Ugye Orbán Viktor ezt úgy értékelte, és a fideszesek, hogy győzelemnek tekintik ezt az egészet. Valójában ez egy óriási bukás, de hát az Európa Unió és a néppárt kizárta Orbán Viktorékat az Európa Unióból, ami azt jelenti, hogy semmi döntésük nincsen. De nem szólhatnak bele a közéletbe, nem szólhatnak be a politikába, nem szólhatnak be az Európa uniós ügyekbe. Most már én tényleg azt várom, hogy most már a magyarok is ébredjenek föl, a magyar emberek, de hát ha az Európa Unió, nem tudom hány százezer vagy most már meghaladja a 1 milliót vagy még talán többet, kizárták a Fideszt, és nem kívánnak ugye a Fidesszel együttműködni, nem kívánnak ezzel a párttal azonosulni, akkor ugyanúgy nekünk magyaroknak is ki kell zárnunk Orbánékat és természetesen a Fidesz pártot az életünkből, és természetesen a közéletből, a politikáról beszélnek. És ugye az Európa Unió néppártja és az Európa Unió bizottsága és politikusai függesztették fel a Fidesz pártot, akkor ez azt jelenti, hogy megbuktak. De hát nem tekinthető győzelemnek. Orbánék nem győztek, de senki ne higgye el ezt a hazugságot, hanem megbuktak az Európa Unióba. De hát azt jelenti, semmi beleszólásuk nincs az Európa Unió döntésekbe. Bocsánat, itt vagyok, csak gyenge az internet. Ungerné Mariant is üdvözlöm. Halló, most hallani, Marian? Jelezzetek vissza, ugye hallani engemet? Hallani most engemet, Marian? Jelezzetek vissza. Halló, aki hallgat és néz minket, az jelezzem vissza, hogy hallani-e. Látni-e és hallani-e engemet. Bocsánat, egy picit gyenge az internet, akadozik. Van olyan, amikor blokkolják ugye a fideszes hackerek az adásainkat, úgyhogy elnézést kérek tőletek. De hát kint is van, és bent is a Fidesz EP meghatározatlan. Ideig nem szólhatnak bele Orbánék a néppárt politikába. Felfüggesztés van, kizárás nincs. De hát ez azt jelenti, hogy Orbán Viktorékat felfüggesztették. Ami azt jelenti, hogy Orbán Viktorék nem szólhatnak be az EU politikájába, nem szólhatnak be a néppárt, vagy ugye mi is, mivel az Európa Unió tagjai vagyunk, és az Európa Unió állampolgárai vagyunk, nem tudunk.
és ugye a fejengő Márta írja, hogy igen, hallani, köszönöm szépen, de hát mindenkit arra bíztatok, hogy igenis ezt vegyek komolyan, de hát Orbánék már nem hozhatnak a fejünk felett döntést, nagyon szigorú szabályok határozzák ezt meg, nagyon szigorú törvények határozzák. Bocsánat, itt vagyok, elnézést kérek, Szűcs Jánost is üdvözlök, de hát... ellenőrök. Igen, itt vagyok már, visszajött. Mondtam, hogy gyenge az internet, elnézést, meg néha blokkolják az adásunkat, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Tehát Európa Uniós ellenőrök, Európa Uniós politikusok ellenőrzik Orbánékat természetesen, és nem szólhatnak bele a magyarok életébe, nem szólhatnak be az Európa Uniós állampolgárok életébe. Nagyon sokan, illetve egész Európa Unió elutasítja Orbánékat és elutasítja a Fidesz politikáját, ami mire is épül? A hazugságokra épül, a rablásra épül, és arra épül, hogy ők meggazdagodnak, a magyar állampolgárok meg elszegényednek. Mi is történt? Ugye a Fideszben mi is történt az Európa Unióban? De hát az történt az Európa Unióban, hogy az Európa Unió utána járt a csalásoknak, utána járt ugye az emberi jogoknak, az alaptörvényeknek, és természetesen nagyon sok mindenben az Európa Unió elítélte Orbán Viktorékat. Rengeteg sikkasztásra jöttek rá, rengeteg korrupcióra jöttek rá, ugye, rengeteg embertelen dologra, arra rájöttek, hogy az magyaroknak a jogait, az embereknek a jogai tiporja ez a kormány természetesen. Míg ezek meggazdagodnak, ez ugye milliárdosok lesznek, ellopják ugye a közvagyon természetesen az adófizetők pénzét, a TAO pénzeket, és különböző stadionokat építenek, ugye már nem is tudom mennyi stadion épült fel Magyarországon, ebből rengeteg kórházat lehetett volna építeni, egészségügyi intézményt, iskolákat lehetett volna építeni, lehetett volna szociális lakásokat építeni, a családosokat lehetett volna segíteni ebből a pénzből. Erre rájött az Európa Unió, hogy ezekre költötték el a sok milliárdot. És ezekre költötték el a pályázati pénzeket. És ugye az Európa Unió és a néppárt összefogott. És azt mondta, hogy most már állj. De hát stop Orbánnak és stop a Fidesznek. Nem akarunk, ugye, hogy több pénzt lopjanak, nem akarjuk, hogy több pénzt sikkasztanak, és nem akarjuk, hogy a magyarokkal úgy bánjanak, mint a rabszolgákkal. Itt volt ugye a rabszolgatörvény. Óriási botrány volt az Európa Unióban a rabszolgatörvényt, hogy több száz órát akarják az embereket dolgoztatni minimál bérért. És majd 3 év múlva, 4 év múlva kifizetik az embereket. Lássátok a 60-i betegszállítókat, hogy dolgoztatták a 60-i betegszállítókat, ugye 300 túlórát nyomtak 100-120 ezer forintért ezek a szerencsétlen betegszállítók, egészségügyi dolgozók. A 60-i betegszállítók most mondanak föl természetesen. Nagyon sok helyen nincs betegszállító és nincs egészségügyi dolgozó. Erre is rájött természetesen az Európa Unió. Rájöttek, hogy amíg európai pénzek ugye a kormány zsebébe vándorolnak, és amit ezekre a fejlesztésekre, projektekre, béremelésekre a magyarokra kéne költeni, a magyar állampolgárokra, akik Európa Uniós állampolgárok, ezek a pénzek eltűnnek. De nincs nyoma, nem tudja ellenőrizni ugye az Európa Unió ezeket a pénzeket. Ugye tudjátok, hogy nagyon sokat küzdünk azért, én is aláírtam, hogy csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Ez is nagyon fontos, hogy igenis az ügyészség tudja ellenőrizni a magyar kormány, tudja ellenőrizni Orbánékat, hogy mennyi pénz sikasztottak el, mennyi pénz került a haverokhoz, barátokhoz. Nagyon fontos ezek a dolgok, hogy az Európa Unió végre határt szabott, hogy végre az Európai Néppárt ugye felfüggesztette Orbánékat. Ugyanis ha most ugye a Fidesz nem fogja azt bebizonyítani, hogy a magyarokért, a magyar állampolgárokért vannak, nem fogja azt bevallani Orbán, ugye?
és a Fidesz, hogy mennyit loptak, csaltak, hazudtak, raboltak, és nem ismerik el, és nem tartják be a magyaroknak a jogait, és nem tartják be a magyar alaptörvényeket, akkor komoly következménye lesz ugye még a Fidesznek, nem csak ugye a felfüggesztés meg a kizárás, hanem elindítanak egy nagyon nagy törvényes és büntetés eljárást Orbánék ellen, ami azt jelenti, hogy megbukhat ez a párt. De hát igenis meg fog bukni ez a párt, és megbukhatnak Orbánék, és akkor tényleg mennek a levesbe. És ez a leves azt jelenti, hogy börtönbe fognak kerülni. És igenis el fogja számoltatni őket a magyar nép. Én már nagyon várom, hogy igenis a magyar nép felébredjen. Üzenem az ellenzéki pártoknak, aktivistáknak, mozgalmaknak, hogy nem felfüggesztés, hanem kizárás van. De kizárták a Fideszt az európai néppártból és az Európa Unióból. De hát igenis most az ellenzéknek kéne valamit tenni, a civileknek kéne valamit tenni, hogy igenis takarodjanak Orbánék a jó büdös tudjátok hova, nem mondom ki, nem akarok csúnyán beszélni, de ugye takarodjanak a pokolba. De hát erről szól ez az egész történet. De hát ugye a Népszavából idéztem most nektek, ez erről szól ez a történet, hogy az emberek nem akarják. De hát az európai állampolgárok, az uniós állampolgárok nem akarják a Fidesz, nem akarják Orbán. Igenis, el akarják számoltatni a rablásért, a csalásokért, a sikkasztásokért. Mennyi ember köszönheti azt, hogy elvesztette a lakását, elvesztette az otthonát, a családját? Mennyi ártatlan beteg ember halt meg a kórházakba, idősek, magatehetetlen emberek. Igenis, fel kell ébredni most a magyar népnek, és fel kell ébredni az ellenzéknek. Föl kell háborodni, föl kell kelni, igenis lázadni kell, igenis élni kell a szólásszabadság, a demokráciával, hogy már az Európa Unió se akarja ezt a pártot. Az Európa Unió is megveti Orbánékat. És természetesen a többi Európa Unió politikus is, és ugye a magyar állampolgárok se akarják. De óriási bukás ez a Fidesznek. De hát nem győzelem, hanem bukás. Értsük meg, ne fogadjuk el a hazugságokat, ne higgyétek el azt, hogy győztek. Az Európa Unióban nem győztek Orbánék. De hát megbuktak. Mindenkit arra kérek, hogy informáljatok, de hát ne a MTV1-je, ne azt a moslékot nézzétek, ne a TV2-t nézzétek, ne a propaganda ugye televízióját nézzétek, hanem nézzétek az RTL klubot, és nézzétek azokat a csatornákat, és olvassátok azokat az újságokat, amit hitelességet írnak, és igazságot írnak. Ugye, itt most például a Népszava megírta, még egyszer mondom, kint is és bent is van a Fidesz EP, meghatározatlan ideig nem szólhatnak bele Orbánék a néppárt politikájába. Felfüggesztés van, kizárás nincs. De ez azt jelenti, hogy bármikor kizárhatják, de felfüggesztették őket. Ez azt jelenti, hogy nem kíván velük az Európa Unió dolgozni. Nem kívánja a személyüket az Európa Unió. Nem a magyarokkal van probléma, de ne értsük félre. Nem veletek magyar állampolgárokkal van a gond, hanem Orbán Viktorékkal van a gond. De hát olyan fideszes politikusokkal van a gond, akik meglopták ezt a magyar népet, akik kirabolták ezt a magyar népet, akinek köszönheted azt, hogy kevés a fizetésed, kevés a pénzed, akinek köszönheted azt, hogy nincs lakásod, nincs otthonod, akinek köszönheted azt, hogy a magyar egészségügy, a kórházak borzalmas állapotban vannak, akinek köszönheted, hogy elveszítetted a családodat, a gyerekedet, akinek köszönheted, hogy Magyarország idáig süllyed. Ez Orbán Viktorék. Ezt látta meg az Európa Unió, és igenis az Európa Unió ezt fogja
megbüntetni Orbánékat, amiért ezt tették. Óriási büntetésre számíthatnak, óriási elégtételre számíthatnak a magyar állampolgárok, az ellenzéknek, a mozgalmaknak, a civil szervezeteknek, az aktivistáknak föl kell lázadni, ugyanis felfüggesztették őket. Hamarosan kizárják, nincs döntésük, el kell számolniuk azokkal a pénzekkel, amit elloptak a magyar állampolgároktól. De mindenkit arra bíztatok, hogy gondolkodjon el ezen, hogy mi is, de hát miről is szól ez a felfüggesztés. Miről is szól ez a kizárás, hogy kizárták Orbán Viktorékat az Európai Unióból, a néppártból. Ez arról szól, hogy megbuktak, mint politikusok, megbuktak, mint emberek. Nem tartották be az emberi jogokat, nem tartották be a magyaroknak az emberi jogát. Attilát is üdvözlöm, kollégámat, barátomat. Szia Attila, neked is szép napot és kellemes pihenést. De hát ezért zárták ki őket az Európa Unióból. De hát a kizárás, a felfüggesztés azt jelenti, hogy az Európa Unió, az Európai Néppárt nem kíván velük egyezkedni. Nem kíván velük beszélni. Gondoljatok csak el, amikor egy Európa Uniós ország betartja. Itt vagyok, bocsánatot kérek, gyenge volt az internet, elnézést kérek mindenkitől. Kicsit blokkolják az adásunkat, ott tartottam, közben írhattok kommenteket, és mindenkinek várom a véleményét. József Szendi az alaptörvény érvénytelen joghatás kiváltására nem alkalmas. Igen, nem alkalmas Magyarország, ma is a magyar köztársaság. Köszönöm szépen ezt a véleményt. József Szendi írja, pontosan erről szól az Európa Unió. De hát az, amikor nem tartják be a törvényeket, amikor nem tartják be azt, hogy igenis neked, mint magyar állampolgárnak vannak jogaid, amikor igenis te, mint Európai Uniós állampolgár élni akarsz a jogaiddal, családod van, gyereked van, és tisztességesen, becsületesen akarod nevelni, és sérülnek a jogaid, sérülnek a gyerekeid jogaid. Ezt az Európa Unió igenis minden tagállamtól megkívánja, hogy a magyar embereknek és az Európa Uniós állampolgároknak a jogait betartsák. És itt kimondták, hogy az alaptörvény érvénytelen. Az alaptörvényben benne vannak a te jogaid. Benne van, hogy neked, mint uniós állampolgárnak mi járna Magyarországon. Ugye nagyon sok mindent elvettek a magyar emberektől, amit nem tartanak be, amit már az Unióba betartanak különböző helyeken. Ez miatt bukott meg a Fidesz. Hát én tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy tényleg ne a hazugságokat nézzétek a TV2-n, az M1-en és a többi csatornán, hisz minden már Orbánéké. De az összes televíziót, összes újságot majdnem fölvásárolták, és tényleg azt hazudják, meg azt hazudnak, bocsánat, amit akarnak. Úgyhogy ezt jelenti ez az egész dolog, és én nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy a tényekre alapozzatok, és járjatok utána, hogy valóban igazat mondtak-e. De hát, hogy amikor nyilatkozik Orbán Viktor a tévébe, vagy Szijjártó, vagy Gulyás Gergő, tudjátok, a kormány szőviből, akkor igenis járjatok utána, hogy igazat mondtak-e. De hát a népszavából idéztem, ezt akartam nektek mondani, kint is van, bent is van a Fidesz. De hát azt jelenti, hogy hamarosan kizárják. De hát nem kívánnak vele dolgozni. De hát felfüggesztették őket, nincs döntésük. De hát most már nem hozhatnak olyan döntéseket a te fejed fölött, az én fejem fölött, amiről te nem tudsz. És amiről nem tud az Európa Unió. Nagyon kemény ellenőrzéseket fog végezni az Európa Unió Orbánékkal szemben, hisz ezekkel a közpénzekkel, amit küldtek már, ezekkel majd el kell számolniuk. Hogy kell elszámolniuk? Tudjátok, amikor ugye számlát adsz, egy fiktív számlát adsz te is, mint vállalkozó, hogy mit
mennyire költöttél és mit vettél abból a pénzből. Tehát az Európa Unió kéri majd ezeket a számlákat, hogy igenis például, amikor ugye stadiont építettek, amikor Felcsúton, ugye Mészáros Lőrincnek, a haveroknak megépítették a villájukat, lakásukat, ugye azt milyen pénzből vették. És végül is kinek a pénze? Hát kinek a pénze? A magyar állampolgárok pénze, az adófizetők pénze, és az Európa Unió pénze. És ha erre rájönnek, és utána járnak, hogy ezek a pénzek arra mentek el, még nagyobb büntetést fognak kapni. De én most már örülök, hogy kipattant ez a botrány, és örülök, hogy az Európa Unió most már rájött ezekre a dolgokra, hogy nem hagyja magát átverni. És nem hagyja, hogy a magyarokkal, a magyar állampolgárok, amint te is, aki becsületesen dolgozol, és nap mint nap felkelsz, és nap mint nap bemész dolgozni, és adót fizetsz, és tévét fizetsz, és eltartod a gyereketet, a családodat, hogy Orbánék ezt csinálják veled. De igenis, én azt mondom nektek, hogy a hazug, rabló politikusoknak börtönbe a helye. Megérdemlik, hogy elkobozzák a vagyonukat, megérdemlik azt, hogy minden olyat elvegyenek tőlük, ami eddig fontos volt, amit a magyar néptől elvettek. Igenis, most nektek, magyar embereknek talpra kell állni, most nektek, magyar embereknek össze kell fogni. Hisz ez óriási bukás a Fidesznek, hogy az Európa Unió kizárta, az Európa Unió felfüggesztette. Ez azt jelenti, hogy nincs helyük ott. De hát nem ülhetnek le az Európa Unióba, és nem dönthetnek, nincs döntésük, nincs szavazási joguk. Tudjátok, mit jelent az? De hát nem szavazhatnak bizonyos kérdésekbe. Ugyanis megfosztották a magyar népet a demokráciától, a szólásszabadságtól és mindentől. Margot is üdvözlöm sok szeretettel, és mindenkit sok szeretettel üdvözlök, aki most kapcsolódik be az adásba. Mai témánk kint is van, és bent is a Fidesz EP. Meghatározatlan ideig nem szólhatnak bele Orbánék a néppárt politikájába. Felfüggesztés van, kizárás nincs. De hát ezt ne higgyétek el, ezt a dolgot, hogy csak felfüggesztették őket. Ez egy kamu. Nagyon nagy színjátékot játszanak el most Orbánék, az, hogy a magyarok elhiggyék, hogy ők bent vannak még a néppártba, és van döntésük. Hamarosan ezeket az embereket kizárják a politikából, a közéletből. Neked, mint szavazónak, mint állampolgárnak el kell döntened, amikor jönnek az EP választások, hogy az ellenzékre szavazol, vagy ezekre az emberekre, akik megbuktak már, akik igenis megkárosították egész Magyarországot, és megkárosították a te életed és a gyerekeid életét, és a családod életét. Döntsd el az EP választáson, hogy az ellenzékre szavazol, vagy ezekre az emberekre, akik megbuktak az Európa Unióba, akiket kizártak az Európa Uniós politikusok, mert nem tartották be az Európa Uniós értékeket. Nagyon fontos mindenki, hogy mindenki tényleg becsületesen, tisztességesen döntse el ezt a dolgot, hogy mit szeretne, de milyen jövőt akar a családjának és a gyerekeinek. De én eldöntöttem, hogy olyan politikusokra, olyan emberekre szavazok az EP választáson, akik minket képviselnek, és akik becsületesen, tisztességesen a magyarok mellé állnak. Nem ilyen emberekre, mint Orbánék, akik tényleg már kirabolták egész Magyarországot, és meglopták az egész magyar népet. Mindenki lelkiismeretére bízom, és gondolkodjon el azon, hogy milyen jövőt szeretne. Én nagyon bízom bennetek, mert nézzétek meg, hogy egyre nehezebb az élet Magyarországon. Egyre rosszabb az élet Magyarországon. Egyre többen mennek el ki külföldre. Egyre több barátunk, kollégánk megy el, családtagunk. És nekünk is nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy meg tudjunk élni. Ezt nagyon sok kollégám, aki most néz engem, egészségügyi dolgozó kollégám, tudja, hogy milyen sokat kell dolgoznunk azért, hogy meg tudjunk élni a fizetésünkből.
és ki tudjuk fizetni a rezsinket, vagy lakást vegyünk, vagy házat vegyünk, vagy valamit tudjunk biztosítani önmagunknak és a családunknak. Márta Mayer írja, elvette az egyedülálló anyukáktól a 20%-os tartásdíjat. Így van. Nem csak a tartásdíjat, hanem gondoljátok el a beteg gyerekektől. Tudjátok, vannak ezek a beteg gyerekek, akiket ugye a családjuk tart el. Dankóros gyerekek, ugye béna gyerekek, akik le vannak bénulva, vagy tartós, fogyatékos gyerekek, ezektől is elvette azt a támogatást, ami eddig járt. Azt az állami támogatást, amivel tudtak segíteni az anyukáknak, a családosoknak, és amivel kicsit jobb volt annak a gyereknek az élete, vagy annak a felnőttnek. Hisz ugye nem csak beteg gyerekek vannak, akik magatehetetlenek, hanem magatehetetlen felnőttek, és olyan felnőttek, ugye, akiket ápolnak, a családtagjuk ápol. És főállásban ápolják ezeket az embereket, és nem kapták meg, ugye rendesen még a minimál bért sem főállásra. De hát én amikor ápolom a gyerekemet, ápolom a családomat, akkor szeretnék egy főállású munkavállaló lenni, aki el tudja tartani a beteg gyerekét, és el tudja tartani a beteg hozzátartozóját. Ezt is lecsökkentette az Orbán kormány, és nagyon sok mindent lecsökkent, nagyon sok mindent nem kaptak meg a magyar állampolgárok, a magyar családosok. Itt beszélhetünk a szociális lakásokról, beszélhetünk a lakhatási támogatásokról, beszélhetünk erről a család ugye programról, hogy bővül a családoknak a programja, nem bővül a családoknak a programja, mert olyan feltételeket adtak az otthonteremtési programra, hogy egyszerűen a családosok nem tudnak hozzáférni, nem tudják fölvenni azok az emberek, akiknek nincs pénzük, akik szegények. Ezt megint a gazdag rétegnek találták ki, akiknek van pénzük, és akik jómódúak. Te, mint aki mondjuk egy egyszerű közalkalmazotti bérből él, egy egyszerű minimálbérből, nem tudsz hozzájutni ehhez az otthonteremtéshez, ehhez a lakásteremtéshez, mert nincs annyi pénzed. Elutasít a bank, egyszerűen nem tudsz fölvenni annyi kölcsönt, hogy lakást vegyél, mert nem felelsz meg a feltételeknek, mert olyan feltételeket szabott az Orbán kormány, hogy csak is megint a gazdagokat segíti, és nem a rászoruló embereket. Úgyhogy nagyon sok bűnük van. Na, rengeteg bűnt elkövettek. Rengeteg embertelenséget, hazugságot az emberekkel szemben. Úgyhogy én ezt mondom, hogy ébresztő, Kadosa Zsoltot is üdvözlöm, szia Zsolti, szép napot. Úgyhogy ébresztő magyar emberek, hát álljatok már talpra. Legyetek már kicsit olyan emberek, akik őszintén szembenéznek a valósággal, és szembenéznek az igazsággal. Nagyon kívánom nektek, hogy tényleg az igazságra jöjjetek rá, és a valóságra jöjjetek rá, magyar emberek. Hát ébresztő magyar emberek, ébresztő magyar állampolgárok, ébresztő uniós állampolgárok, talpra magyar híja haza. Ugye itt az idő, most vagy soha, hogy Petőfi is ugye kiállt az igazságért, és a márciusi ifjak is, amikor azt mondták, hogy elég a diktatúrából, elég a rabló hazug kormányból, elég az olyan vezetésből, akik minket eltaposnak, elnyomnak, akik nyomorba taszítanak minket. Erről szól ez a történet, erről szól, hogy az Európa Unió felfüggesztette Orbánékat. Nagyon kívánom, hogy mindnyájan jöjjetek rá az igazságra, mindnyájan a tényekre alapozzatok, járjátok utána az igazságnak. Csilla Maszlagit is üdvözlöm, és kellemes hétvégét, és jó pihenést kívánok nektek. Gondolkodjatok el, hogy hogy szeretnétek élni ma Magyarországon. Kivel szeretnétek élni ma Magyarországon? És ebből a kivel arra értem, hogy melyik politikai párttal, milyen emberekkel, milyen politikusokkal szeretnétek megosztani az életeteket, kire bíznátok rá a jövőt, a jövőnket. Hamarosan EP választás, gondolkodjatok el ezen, hogy kire fogtok szavazni,
De hát Orbán vagy Európa, nem mindegy. Nagyon komoly döntések ezek, és komoly megfontolású döntések. Én a magam részéről nem fogok Orbánékra az EP választáson szavazni, hanem az ellenzékre fogok szavazni. Nagyon örülök, hogy megalakult a közös ellenzék EP lista, és ezt fogom támogatni, és olyan EP politikusokat fogok támogatni, akik hitelesek, akik Magyarországot képviselik, és a magyar uniós állampolgárokat, a becsületet, a tisztességet természetesen, és a demokráciát. Ezt kívánom mindenkinek. Továbbra is szép napot nektek, kellemes hétvégét, jó pihenést kívánok. Én Attila Csipi voltam, a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom aktivistája, ligetvédője, és a Közvetlen Demokrácia Szövetség élő adását láttátok, U1G, vagyis ítéletet mondunk az Orbán kormányra, mit érdemelnek. Sziasztok, szép napot!